Wakanda forever! Sziasztok! Itt vagyunk a Fekete Párduc 2 Premier Gála vetítésén az Arena Plázában, és most megkérdezzük a celebeket, hogy mit várnak a filmtől. Hát, hogy alapvetően ki van írva, hogy Marvel, én azt általában már szeretem, és ez különösen azért kedves a szívemnek a Fekete Párduc, mert a páromat is rávettem, hogy nézze végig az összeset, és mivel ő hipoonder, és a Wakandában bármit meggyógyítanak, ezért neki a kedvence lett a Fekete Párduc. Én nem is várok túl sokat a filmtől, de tudom, hogy fogok kapni, mert az előzetes kritikák és az előzetesek alapján szerintem ez egy jó film lesz, bár egy kicsit hajazni fog a Avatar második részére, hogy itt is lemennek a víz alá. Attól függetlenül, hogy 3 órás lesz, vagy nem is tudom, hogy mennyi, nagyon kíváncsi vagyok, nem szeretem az ilyen hosszú filmeket, úgyhogy most kicsit megijedtem, amikor megtudtam, hogy mire kell számítanom, de én hát nagyon szeretem a Marvel filmeket, meg szoktuk őket mindig nézni, úgyhogy szerintem ez sem fog csalódást okozni. Nekem ez volt az első ilyen nagyobb szinkron feladatom, ahol egy Marvel fő személyiséget, hőst vagy gonoszt személyisítek meg, vagy annak hangját. Nekem nagyon izgalmas volt, én amúgy is egy Marvel fan vagyok, meg amúgy is képregény fan, és nagyon izgalmas volt, hogy azokat a csatajelenteket, az élményeket, amit eddig csak láttam, azt most én adhatom át. Úgyhogy izgalmasan várom, szerintem nagyon jó lesz. Amikor mi felvesztük, hogy elkészítjük a filmnek a szinkronját, akkor még nem ezt a változatot látjuk, amit most a moziban a nézők, hanem rotoszkopos verzió, tehát egy ilyen kis kukucskálójukon nézzük a szereplőknek a szájait. Mert ezek a, főleg a Marvel filmek, de hát ezek a blockbusterek, a nagyobb mozik, azok általában így készülnek, hogy mi is meg egy titkosított változatot kapunk. Ugye, aki eddig a Fekete Párduc volt, ő kiesett ebből a darabból, sajnos Isten nyugasztalja. Én nagyon remélem, hogy azt a vonalat, amit ő képviselt a filmben, ezt valamelyik szereplő, akár a volt barátnője, akár a húga, ezt tovább fogja vinni a Fekete Párduc szerepet. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy most mi lesz, és mit újat talál ki a Marvel. Én nagyon nagy rajongója voltam a régi színésznek és a karakternek, ahogy az első résznek is, és egy kicsit személyes ügyemnek is tekintem, hogy jól sikerüljön ez a film, úgyhogy én nagyon szurkolok neki, és a legjobbakat kívánom. Nagyon várom, hogy ilyen lelkesedéssel tudjak kijönni a film után is. Most megyünk, és jól meginterjúvoljuk a népet, hogy tetszett nekik a film. Hogy tetszett a film? Nagyon jó volt. De tényleg, nagyon-nagyon-nagyon. Sziasztok, tetszett a film? Sziasztok, tetszett a film? Igen, jó volt. Sziasztok, hogy tetszett a film? Nagyon-nagyon tetszett. Alapvetően jó volt, sok volt benne talán a klip, de legalább láthatjuk, hogy hogy néz neki Afrika, ha lenne ott pénz. Sziasztok, hogy tetszett a film? Szevasztok, nagyon volt a film, szép volt a megemlékezés benne, az elején, a végén szépen keretbe zárta az egészet, úgyhogy szerintem király volt. Ja, ez egy méltó búcsú volt. Igen. Szép volt, nem csalódtam. Melyik film? Fekete Párduc. Ja, mi nem azon volt. Nem azon? És min voltatok? A beugró a paradicsomba. De akkor az jó, azt tudjuk. Az jó volt, igen. Minden elvárásomat felülmúlta, és bárkinek, aki látta az első részt, vagy jelentett valamit Fekete Párduc, az első 10 percet nem lehet nem sírni. Eszméletlen volt. Simán lepipálja az egész negyedik fázis szerintem. Nagyon hosszú volt nekem, borzasztóan hosszú, de jó volt. Szület volt közben? Nekem nem, köszönöm, de volt, aki aludt mellettem, úgyhogy mert ezen érdemes elgondolkozni. Hát Marvel mércével mérve nekem nagy csalódás volt, szerintem simán ott van a legrosszabb MCU filmek között. Nem tudom, nekem túlnyújtott volt, hiába voltak benne jó témák, érdekesítő dolgok. Én úgy éreztem, hogy túl sok ez a 160 perc annak, ami a Fekete Párduc 2 történetében volt. Nagyon jó volt, hogy megemlékeztek Chadwickről, és tényleg egyébként ez tök durva, hogy egy csomó színész fiatalon elmegy. Ezért szerintem kutya kötelessége minden színésznek így kimaxolni a lehetőségeit, pont azért, mert sajnos vannak, akik fiatalon elmennek, és mi lett volna, ha? Szerintem bárki, aki nem egy szuperhősös filmet akar nézni, hanem hitet és erőt akar meríteni, annak abszolút ajánlom, és a másik pedig az, hogy felhívja arra is a figyelmet, hogy a nőknek azokból, akikből belőlük, akikből minden indul, mekkora hatalom van a kezébe, és hogy mi az az erő, amivel igazából élni tudnak. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Nagyon tetszett. Láttam ugye az első részt is, és abszolút elégedett vagyok a másodikkal. A vége nagyon jó, fordulatos volt, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Hogy tetszett a film?
Hát csodálatos volt szerintem. Nekem abszolút kedvencem a Fekete Párduc az egész Marvel univerzumban, úgyhogy... De azt mondtad, hogy a Thor a kedvenced. Nem, a Thor mint karakter a kedvencem, de a filmek közül szerintem a legcsodálatosabb az mindig a Fekete Párduc volt, és ez a látvány ez most sem múlta alul az előzőeket. Nagyon-nagyon jó. Nektek hogy tetszett? Szerintem is nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó. Tényleg remek film volt, úgyhogy... Élveztük, nagyon jó hosszú is volt. De én megmondtam előre, hogy ki lesz a Fekete Párduc, úgyhogy igen. A családi fogadást én nyertem. Ennyi volt a Móka mára, záró Mamszi munkatára, legközelebb találkozunk. Puszi!